Sziasztok, Bilik Bártalan vagyok, professzionális drift versenyző, 18 éves vagyok, és a Tag Racing színei alatt versenyzek, jövőre már pro kategóriába. Kezdjünk neki ennek a sztorinak Bencével. Gimnáziumba járok amúgy, mármint a szakgimnáziumba, a FAI-ba. Idén érettségizek, aztán, ha minden jó vagy, akkor ugye megyek a szakmára is. Ami? Autószerelő? Aha, autószerelő szakma, autotechnikus, elvileg már technikus, aztán eddig elég jó eredményekkel, szerencsére nem buktam még, úgyhogy tanuljatok. Aztán ennyi, én jelenleg igen tanulok még. A legelső autó, amit vezettem, amiben most ülünk jelenleg amúgy. Ne. De. Ez az autó nagyjából szerintem egy ilyen bő 10 éve a családban van. Előtte nagyon jó barátoméké volt, már akkor ezek az ülések voltak amúgy bennem, a fateromnak a mániája volt, és az fateromnak a munkásautója volt amúgy. Hát, vele tanultam megvezetni először, és utána ültem be az első drift autóba, ami egy E36 volt, egy 25-es motorral. És azon tanultam meg amúgy igazából rendesen vezetni. De az az E36 volt, amiben mentél a street kategóriában? Igen, az az, és amit összetörtem Mária Fócson. Az az. Az az autó. A legendás. A legendás kis autó. Most akkor egy 4-4 V8-ad van, amivel indultál idén. A szemétből összerakva konkrétan. Igen. Ahol. Előtte volt a 25 turbo, előtte meg a 25 CO. Igen. A 25-ös motoroknak van egy sztoriuk, ugye egy alap M50 B25-ös motor volt először a CO-ként abban a 36-ba, utána ez átkerült ebbe a kaszim, ami jelenleg is van. Aztán azt a motor turbosítottuk meg, de azt úgy, hogy csak így kivettük, rácsavaroztuk a lejömlőt, a turbót, visszaraktuk a helyére. De ez kinek az ötlete volt? A turbósítás. A Burdon Krisztián, így a Burdon garázs ötlete, illetve az én ötletem volt, Fater ez nem támogatta, Fater V8-ot szeretett volna már akkor is bele, de én ragaszkodtam, hogy azért turbósítsunk egyet, mert nekem valahogy ugye a turbós autóknak ugye koncepciója minden jobban tetszik, vagy lehet használni. Mondjuk ez videókban is amúgy látszik maga, hogy használnak egy turbós autót, az is látszik, hogy azt mondják sokan, hogy nagyon nem V8-os a lábam. Az a motor a hegyi driften megadta magát, ott ugye elhagytam a tankot. De várjál, lehet, hogy nem figyeltem, ez egy sima M50 B25 Nullanos? Igen, ez egy sima 25-ös. Hát a megölhetetlen. A megölhetetlen, nekem most sikerült kinyírnom. Eltűnt a 3-as, 4-es, 5-ös hengerbe a kompresszió. Utána kapott egy M54 B25, ez ugye a 46-os autónak a 25-ös motorja. Ugye ez a motor el lett adva a Varga Ádámnak, neki most ez a motor van az autójába. Amúgy nála szétesett ez a motor, és úgy esett szét, hogy én vezettem az autót. És valamilyen legendásan nem szeretnek ezek a BMW motorok engem. Az a poén, hogy tényleg egész nap ment az autóval, odaadta egy körre, cuizóztam pont a Tamás Zolival. Ez egy nagyon jó cuizó csata volt, és amikor beálltam, hogy most én leszek az előhaladó, ugye a rajtba, hogy húztam a kettőt, ugye egy eljeztem, hogy elgyengül, és így szépen lassan megállt a motor. Ott leszakadt a kettes dugattyúnak a palástja, úgyhogy az kicsit csúnyában végezte, és jelenleg is ugyanúgy egy M54-es motor van benne, csak már duplenger fejtömítéssel, és szerintem, mivel 7 napos motoroknak hívtuk, mert mind a két motor 7 nap alatt esett szét, ilyen 7 alkalom, ez már túl van 10 alkalmon, szóval ez jó. És 10 alkalom óta nagyon jól bírja az autó, azt hiszem 1-2-vel van fújva, 400 valahány lő és 500 valahány Nm, és most nagyon jó, nagyon stabil az autója. Ugye ez a V8 most
gyengébb, ugye az 286 lóerő gyárilag, gyengébb, mint amilyen volt a sportos, az 300 pluszos volt, ugye? Igen, igazából úgy volt, hogy beszélgettünk így a GS Custommel, Gergely Sanyival, hogy minek kéne kijönnie belőle, mert ez a motor úgy épült meg, erről van ugye a YouTube csatornámon egy ilyen sorozat, ami amúgy nem fejeződött be sajnos, ilyen vágóképek meg ilyenek miatt, mert a végén annyira hirtelen jött napról napra minden, hogy nem volt időm felvenni, mert siettünk vele, készen a versenyre. És vettünk egy 4-4 egyvonoszos V8-at, és az kiderült, hogy el vannak ütve a szelepek. De ezt már akkor, amikor bent volt a motor a helyén, előtte egy 3,5 V8-at próbáltunk, ugyanez volt a baja. Mindegy, gyorsan levettük a hengerfejet, hogy meghengerfejezzük. Na, az a hengerfej 7 helyen el volt repedve. Nem lesz jó az a hengerfej, rájöttünk. Hátra mentünk és vettünk egy ilyen viszonylag, vagy hát kaptunk egy ilyen viszonylag nagy pak V8-as cuccokat, és abban volt egy pár darab henger fejjel dobálva. Azt gyorsan kivettük az összeset, és elkezdtük megnézegetni, hogy mire mi van írva. És találtam egy 4-4 Novanos hengerfejet, és úgy lett megcsinálva az egész, hogy az el lett véve megsíkolni, meg becsiszolták a szelepeket, lenyomást próbázták elvileg, azt mindegy, működik. Nagyon drága a V8-hoz a hengerfej tömítés, szóval ne akarjatok V8-at hengerfejezni, nagyon költséges. Szóval ott tartunk, hogy a 4-4 vanoszos blokkra ráraktunk egy 4-4 novanosz hengerfejet, és mivel nem volt novanosz tengelyünk, ezért a háromfeles motorból kivettük a novanosz tengelyeket, és a háromfélnek a tengelyei vannak benne. És így jó? Működött egész évben. Megnyerte a bajnokságot a motor, úgyhogy működik. Ez az autó amúgy bérautó lesz jövőre, illetve apukám fog vele menni. Annyit fog kapni fejlesztésként az autó jövőre, hogy amúgy szereztünk 4000-es tengelyeket, és ezt még elviszik Szolomihoz, szóval be lesz rendesen sportvezérmű tengelye, meg lesz tengelyezve az autó. Ráfrissít Kulina a programra, hogy hozzáéri az autóhoz, illetve talán kap még egy kipufogó rendszert, egy komolyabbat, mert van otthon egy jó kis leömlőnk, azt még talán fölrakjuk rá, és akkor úgy lesz egy kész autó, és ahhoz nem nyúlunk hozzá, mert bőven elég. Neked honnan jött a kapcsolat a Bourdonnal? Hát, hogy a közelben lakik és onnan, vagy amúgy tök máshogy volt ez? Hát, mind a ketten Érden lakunk, ezt elárulom. És hát konkrétan majdnem, hogy szomszédok vagyunk. Én úgy van, hogy egy utca szakaszon, én a egyik sarkon lakok, ő meg a másik sarkon. Az egy hangos utca. Igen. Szerintem lehettem vagy 9 éves, apukám átment gumizni a személyes anyám autóját, és ott én nekem megtetszett az a hely, tökre jó volt ott gumizni. Majd Krisztiánnal egy jóba lettünk, mert szomszédok voltunk, és mindig azért leskelődtem, azért volt neki egy elég híres barna rad BMW-je, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, meg azért sok embernek meg lehet talán még képről, így, hogy nézett ki az autó és hogy ment. Sajnos, hogy az autó már nem él, és így elkezdtem átjárogatni, segíteni, szerelni, mondta, hogy szívesen fogad engem, hogyha segítek, meg ilyenek, meg tanítgat, és akkor így elkezdtem neki csak sima utcai autókat segíteni, szerelni, amúgy lakatos alapból, szóval lakatolgattunk is, megtanított gumizni, és hát így lett egy szorosabb kapcsolat, és amúgy 2015-ben jött ez a dili, amikor így beindult ez a drift sztori nálunk, és akkor vették meg azt a 25-ös BMW-t Vaterra a ketten az osztrákoktól, és hát akkor abból lett az első drift autó, és azutána került hozzánk, és úgy, tehát végig ugye a Bourdon garázs alatt futottam. A tag racing az amúgy itt úgy kapcsolódik be, hogy Bigit azt ismerik azért egy páran, és ő így felfigyelt rám, neki is besegítgettem, meg ilyenek, így amikor már így fejlődtem, és már csak tényleg a drift felé akartam elmenni, mint így sport és érdeklődési kör. Ez mikor volt voltam. Az ilyen 2017? Ez 2017 eleje, vagy 7 vége, és 8 eleje inkább.
Pontosabban 2018. február 5-én lettem hivatalosan tagos, ezt megjegyeztem valamire, ezt a dátumot, ezt majd föl kellett ezt az álmomra, és el tudom mondani, hogy február 5-e. És arról amúgy van a Divideónak egy videója is, ahogy így fölvesz a csapatba Lujó. Ő mutatott be így amúgy a Lujónak, és az volt az elő sztoria az egésznek, hogy náluk volt egy ilyen dumázás, meg főzőskézés, és beugrottunk csak köszönni meg ének, mert nem volt Faternak úgy ideje. És ott volt Lujó. És akkor mondtuk, hogy meséltük, hogy mi van az autóval, meg ilyenek, és akkor mondtuk Biggynek, hogy kéne nekünk előre két valamilyen LT0 körüli kerék, hogy fasza legyen a remete egyének a kormányszöge. És mondta a Lujó, hogy akkor menjünk hátra, neki van egy csomó kereke, nézzünk valamit, azt megbeszélünk rá valamit. És akkor ez végül amúgy két darab ilyen replika 17-es M5 kerék lett, LT20, és én azzal mentem nagyon sokáig elől, és most jelenleg az autó azzal megy amúgy hátul azzal a szettel. Az a dobócsillagos M5? A dobócsillagos M5 nagyon jól néz ki, ugye? És azt én megkaptam tőle ajándékba. Úgyhogy ez így kezdett az egész, és utána meg megint egy másik főzőcskés, amikor videót is forgatott a Pisti. Én nem is tudtam, hogy miért forgatnak videót, Fater sem tudott róla, csak Biggi tudott róla, meg Pisti. És az volt a sztori, hogy főzőcskézünk meg ilyesmi, és akkor Lujó felhívott minket, hogy ugorjunk át magamra, mert akar valamit mondani. És akkor átmentünk, és akkor ott Biggi elkezdett beszélni, hogy ahhoz, hogy én versenyezni tudjak, meg hát szeretnék, kéne egy profi csapat, aki jól felkészíti az autót, és hogy ott van, ha bármi baj van, és hogy így a Tag Racing szeretné, hogy a részese legyek. És hát engem én szerintem ott elkapott így majdnem így a sírás, én nagyon-nagyon örültem, meg továbbra is nagyon-nagyon köszönöm nekik mindent. És hát én azóta tagos vagyok, büszkén viselem a logót, úgyhogy így a Tag Racing alatt futok, és a jövő évre is, a 21-es szezonra is tőlük kapok egy autót, amivel fogok menni, és az már egy elég komoly autó. Az már pro kategóriára? Az egy pro kategóriás autó, egy ézi motorral van szerelve, 500 lóerő nagyjából, ez egy Toyota Sorrer. Hát, jó, erős, nagyon komoly, szóval az már tényleg az nem ez a E36 V8, hanem ez, az tényleg az, hogy ott az gurulsz, nagy programozásról van, mert utoljára én ültem benne, amikor programoztak Kulin, csak az egyenesben néztük meg a programot, hogy mizu van, és amikor így gurulsz negyedikben ilyen 2000-en, szerintem nagyjából ilyen 60-nal, és akkor mondja, jó, akkor padlógáz, és akkor a 265-ös veszléket leengedve 0-8-ra, nyáron 40 fokba, így érzed, hogy elkezd kiosítani tőle az ülésben, mert egyszer csak így hallod, hogy elforgom ott, és így elindul így keresztül otthon, nem a kuplunk csúszik, hanem érzed, hogy itt tekered, és így mész az egyenesbe, szerintem nagyjából már ilyen 140, és érzed, hogy kapar, és belenézed a tükörbe, és látod, hogy ömlik a füst. Az a legjobb sztori, mert felhív utána Lujó egyből, hogy hallod, nem azért van a gumi meg a programozás, hogy egy egyenes alatt lerúgd róla, szóval ésszel, azt ott rehettünk Kulinnál. Ugye vannak ilyen jó sztorik. Azért, amikor a 25 szívót vezetted, azt nem gondoltad, hogy ilyen autóba fogsz ülni, nem? Soha nem gondoltam, amúgy én tényleg én úgy voltam, meg én úgy vagyok most is vele, hogy ameddig lehet, én addig megyek, hogyha jövőre tényleg nem jön össze a Sorrer-es sztori, és még tegyük fel, annyi lenne, hogy akkor egy évig csak edzésre járnánk ki, akár a V8-a vagy egy gyengébb autóval, hogy haverokkal szórakozni, akkor is ugyanúgy élném meg, és ugyanolyan boldogan, mint amikor tényleg ott van az izgalmi helyzet, amikor már pro kategóriába versenyzel. Persze teljesen más az egész, mint hatás, de a lényeg, hogy amúgy élvezd. Én mindig úgy akarok felállni oda a versenypályára is, hogy élvezem. Egyszer sem akarok úgy felállni, hogy szorongok az autóba, hogy hú, baj van, vagy ilyesmi. Ameddig lehet, azt kihasználom, és szeretnék menni. Ha meg egyszer azt mondják, hogy jó, állj, akkor sajnos ennyi volt. Ez pont egy kérdésem lett volna, de akkor ezt meg is válaszoltad, hogy akkor tulajdonképpen nem az a versenyző vagy, aki megfeszülve megy a versenyre, hanem te jól érzed magad. Ne, egyáltalán nem vagyok megfeszülve, jó persze, amikor kvalifikáció van azért. Jó, azért van egy ilyen stressz, hogy egy drukka, ami így benned van, de hogy... Igen, de az a gond, hogy Magyarországon még így, ameddig nincs szponzor, amúgy szponzort keresek, addig nem nagyon lehet ilyet csinálni. Hogyha lesz már szponzor, akkor már tényleg lehet, hogy akkor már nyugodtabban beleülni, de mivel mondjuk tényleg itt a Sorrerről van szó, ami egy elég drága autó már, és tényleg itt jön egy fal, és mondjuk azt én benézem, vagy tegyük fel, fölteszem a falra, és letörem az autót, akkor az már pénz. Vagy Biggy Robison tetőre teszed? Azt nem akarom. Az nagyon sok pénz. Az a pénz a négyzeten. Milyen tapasztalataid vannak a semi-pro versenyzőként, hogy amúgy az emberek oda mennek, akarnak fotót csinálni, tehát van ilyen?
úgy rajongó flash, vagy... Igazából én erre annyit tudok mondani, hogy streetben, ameddig inkább úgy mondom, ameddig nem vagy ismert, és úgy ismert, hogy mondjuk így a médiába, mint például egy Kevin, addig nem nagyon van amúgy, mert igazából én ezt meg tudom mondani így szurkolói szemmel is, mert ugye azért csak én 2013 óta én bőven követem ezt az egész driftet, meg minden, és ugye azért voltam kint pár versenyen, mint néző, és erre azt tudom mondani, hogy félnek az emberek oda menni. Én is például féltem oda menni egy Santonikihez képet kérni, vagy hogy beülhessek mellé. És ameddig tényleg így nem vagy egy ilyen, hát egy félig Kevin szinten, hogy mondjuk azért vannak már követőid meg ilyenek, addig nem. Most nekem az utóbbi időben, hogy így már kezdtem így felmenni így a közösségi médiába, illetve hogy másokat láttak a versenyeken, és hogy tényleg látják, hogy jó az autó, meg úgy azért mozgok ott a depóban elég sokat. Yeah. Így már vannak olyan emberek, akik mondjuk így irkálnak ilyen hetente nekem, hogy Mizu van velem, vagy hogy izé Mizu az autóval, mert érdekli őket. Vagy volt például, és nagyjából osztottam már ki amúgy autogramot, amúgy elmondva egy versenyzőként, nagyon nagy érzés, amikor odajön hozzád egy ilyen, hát nem most, én nem vagyok kerek, 18 éves vagyok, és odajön hozzám egy ilyen 10 éves rác, és látom magamat benne, hogy hogy éli meg, és akkor úgy kaphattak egy autogramot, és hát mondom, persze, mondom, be is, mindig beültetem őket, beindítottam velük az autót, szóval így tényleg így, mondom, hogy nyugodtan ügybe beül, látom, hogy tiszta öröm, a szülei is boldogak, hogy látják, hogy boldog a gyerek, és akkor az már csak egy plusz rád, és akkor mondom, hogy akkor figyelj, fordítsd el azt a piros kapcsolót, mondom, kapcsolt fel az első kapcsolót, hallja, hogy elkezd zugni, így nézem, és mondom, most nyomd a fekete gombot, és szólok, mikor engedd el, és tudod, megnyomja le, érzi, hogy indul az autó, elenged, és így rendesen megír, és akkor mondom, nem mondom, mi, nagyon tetszik, tud szülei is, tökre boldogak, meg igen, hogy rúgjon egy-két gázfröccset, mert ez csak egy sima V8, most ebben nem tud kárt tenni, még ha 10 percen keresztül tételt, és akkor se fog szétesni. Most rányom kettőt, tiszta, boldog, leállítja, és tényleg rendes az örömtől egész nap a gyerek. És ez amúgy olyan jó érzés, hogy tudom, hogy ez milyen érzés, amikor én is így kicsi voltam, és beülhettem Niki autójába, vagy RP autójába, és ültem a Mustangba, és ez olyan wow volt. Így, tényleg az olyan, mint amikor bemész egy ilyen, mert nekem már egy szerszámmozsóboltba, vagy neked mondjuk egy ilyen hangszerészboltba, hogy annyi minden van, hogy nem tudod felfogni, ja. És így úristen, nem tudsz dönteni, hogy mihez nyúljál hozzá. Ha neked nem lenne akadálya pénz, akkor amit te milyen autóval mennél? Tehát BMW maradna? Vagy valami japánnal mennél inkább? Vagy valami hibrid? Hát, ha nem lenne kérdés a pénz, akkor az a válasz, hogy próbálnám mind a kettőt. Mennyire veszel részt az autó szervizelésébe vagy építésébe? Tehát azért ki akarod venni a részed, vagy ki kell venni a részed, vagy hát egyáltalán? Ki kell venni a részem, igazából nálunk az úgy van a csapatban, hogy szinte ugye én tagos vagyok, az Ádám is tagos, meg burdongarázsos, meg ugye én is burdongarázsos, és van a Bódi Tomi, ő burdongarázsos. Uh-huh. Most lehet lesz még egy srác, az amíg beszélünk, ő burdongarázsos lesz, és igazából úgy van, hogy a Tominek az autóját a Krisztián szervizeli. Én szervizelem a saját autómat, meg igazából az én autómban az egész V8 projekt az a mi garázsunkban volt, nem is Krisztiánéknál már. És hát most, mivel autószerelőnek tanulok, tanulnom kell, és mivel én úgy vagyok vele, hogy én utcai autókat akarok szerelni, én el szeretnék menni abba az irányba, mint egy Gergesanyi, hogy ilyen profi autókat építeni, eladni, vagy valakinek segíteni, magam mellé felvenni egy pilótát, és akkor úgy versenyezni, hogy szinkronban, mint mondjuk Dínék versenyeztek. Nekem ez az ilyen nagy álmom, hogy versenyautókkal foglalkozhassak így a való életbe. És hát ezért saját magamnak oldok meg, megpróbálok, meg nézek ugye egyértelműen külföldi autókat, és azért nézek megoldásokat, és ha valami megoldás megtetszik, és még az enyém máshogy jól megcsinálva, akkor amikor most itt télen van idő, akkor átalakítom. És az úgy is kiderül, hogy működik, vagy nem, és valószínűleg működik, aki működik, itthon is működik. Ja. És hát igazából én is kiveszem, és Ádám is saját magának csinálja általában az autót, de mind a kettőnknek, Krisztián besegít, meg a Robi, a tartsarői barátom. Úgyhogy igazából most egy verseny előtt egy ilyen felkészítés, hogy átnézik a futóművet,
motortartva volt, minden megvan a helyén, minden rendben van. Azt én megcsinálom magamnak egy 2 óra alatt, így nyugisan meg fölírok mindent. Úgyhogy igazából ki kell vennem a részem, szóval. Ja. Meg most, érted, nem tudom, nem de tudom milyen példa van. Is. Ja, hát én ennek tudok persze, engem ja, amúgy ja. Sokkal jobban megfog így az egész versenyautó, mint ha mondjuk ehhez kéne hozzányúlni. A utcai autókhoz én nem, főleg ha sajátomban van valami, akkor én azzal azt addig használom, amíg szét nem esik. Az egy igazi versenyző, aki azért látja, hogy mi van az autójában. Mert az a gond, hogy oktatok a driftiskolánál, meg hát ugye a saját autómat, ha valaki kiveszi bérbe, az engem is ki tud bérelni, ja. És én oktatok ez saját autómmal. És nem mondok nevet, volt a srác, aki most megy a semi-pro kategóriába, és én oktattam. És tényleg beült az autóba, eltört, ilyen lengőkarokat tört el, meg ilyenek. És nem tudta, hogy mi van az autóval, és ha bármi beszélik az autó, mindig hisztizik meg minden. Én meg azért következtetek hangokról, meg illetve volt olyan is, hogy átdurant a gumi, hogy föltekeri a féltengely vagy ilyesmi, és le se szavarja, mert hát most mi baj lehet, vagy ilyesmi, vagy azt se tudta, hogy eltört a féltengely például. Próbálta, nem fog menni, mondom, eltört, honnan tudom, hát mondom, kopog a komplett hátulja. Vagy például versenyzőnél volt, az beültem egy versenyző mellé, és hallom, hogy koppan valami, és bérautó volt, és ahogy kiszálltam, mondta nekik, hogy mondom, nézzétek át az autó hátért, kopog valami. És ott összevesztek, hogy miért nem szólt, és én szóltam ugye, mert nem figyelnek tényleg ja. Az autóra, mert egy bérautó, le se szavarják. Ja, és én nekem ez ilyen mániám, hogy mondjuk kipróbálok egy autót, kipróbáltam a Benedeknek a jézéjét, elmentem vele egy kört, és mondtam benne, hogy akkor nézzetek meg a hátsó szilentet. És így mondja, miért? Hát mondom, csak nézd rá, ezt csak épp, hogy rá volt megkapatva a csavar. Úgyhogy tényleg, ha azért ott kell lenned fejbe, meg én nagyon oda tudok erre figyelni, hogy ahogy hallom, hogy van valami az autóval, volt ilyen, hogy csata volt, azt hiszem top 8, még így a Lurek éjszakáján fele, és rádióban szóltam, hogy valami nem jó. És lejöttem, elmondtam, hogy nagyjából mi a baj, fölemelték, és az volt a baj, és ugye ameddig lecserélték a kereket, meg tudták húzni a csavart, és már úgy álltam oda, hogy biztos, hogy jó az autó. Úgyhogy amúgy ez a jó a csapatban, hogy az tudunk egymásra figyelni ennyire, meg én próbálok, akiket én oktatok, arra is így nevelni, hogy figyeljenek oda, hogyha valami koppanás hallnak, azt honnan hallják, vagy legalább, hogyha megy egy kört, akkor tudjon szólni, hogy hallod, valami koppan előről. Nem kell megmondani, hogy föl az út a lengőkar, vagy a lengés csillapító, nem kell ezt így megmondani, mert lehet nem fogod tudni megmondani, de legalább annyit tudjál mondani, igen, hogy valami baj valami van. Probléma. Igen. Ja. Na, versenyessen szét, ja, amikor mondjuk csata van, és mondjuk legyen belőle egy olyan baleset, hogy összetöröd magadat is, meg a másik. Vagy mondjuk is. Amiatt nem tudsz szépen tovább versenyezni. Hát igen, de most az még gázabb, ha érted, mondjuk ez egy top 8, a top 16-ból valami kijön, és beforogsz, és telibasznak, és érted, elrontod az ő versenyt is, meg a saját ja. Versenyedet is, és az még drága is, mert összetörsz egy autót, kettőt. Volt egy videó, amin a Dani kocsijával mentél. Az S14-jel? Igen. Itt. Jó a Dani autója. Én mondtam neki, hogy én mit látok problémának nála. Igazából egy programozás ráférne, meg egy kisebb revízió, de ezt tudja, és meg ugye folyton hordja a Hooligan Levihez így szervizelgetni, volt most kormánymű cseréje, ha jól tudom, szilenteket cserégettek, féket csináltak rá, hogy az is jó legyen. Kezd neki is összeállni, csak ugye apránként már azért pénzbe kerül. Jó autó, lehet vele játszani. Azt mondja, hogy szar a váltó rajta. Én üzenem neki innen a videón keresztül, hogy vegyen egy váltót, és meg rújjuk már le róla valamelyik este. Mert ez így nem jó, hogy izé buziskodunk a kis programmal a kettőben, főre rakjuk fel háromba, meg nagy programra, azt menjünk. Bírja az, Nissan az, szeretni. Azért az valahol egy elismerés, én szerintem, hogy valaki egy ilyen értékű kocsit odaad neked utcán, nem? Tehát, hogy ez egy jó dolog. Igen, és igazából én hogy Dani autójával mentem, az mindig úgy nézett ki, hogy vagy odaadta, vagy a itteni jelenet, az úgy volt, hogy itt álltunk a Levivel, és így Dani rá, vagy a Levi rám néz, vigyük el a Dani autóját, de így hangosan mondta, Dani azt tudta, mi van, beültünk az autó, és elmentünk vele. Itt gurultam egy kört, ott elszúrtam neki, de úgy és kimentünk egy körre még. És hát a Budafokira kifordultam 2 trapnén, raktam egy 3-at koppon, megyünk a körforgó felé, és láttam, hogy lassan jön egy autó. Mondom, jó, oké, ránézek Levire, mondom, remélem nem, mert mondja, reméli nem, mert nála nincs pénztárca, és nekem beugrott, hogy az meg én sem hoztam el az életeimet.
És megyünk be a körforgóba, a rendőr, és így látom, hogy áll meg, és így néz kettőnket, mondom, jó, láttam, hogy a rendőr az így már tolat vissza, kettő, és visszajöttünk ide, szóval visszajöttünk, és rá 3 percet beforrult így mögöttünk a rendőr itt. Csak akkor mi már álltunk egy helyben. Megnézte az autót, azt ment tovább, de az úgy para... Elkezdtél te is vlogolni, a videókat gyártani, ez amúgy ez a karantén miatt volt, mert unatkoztál, vagy amúgy tényleg érdekel is a dolog? Hát, én nem akarok ebből így pénzt keresni, meg ilyesmi, de ezt mondtam is neked. Igazából így kiugrott a fejemből, hogy én sok videót kerestem YouTube-on, hogy hogy építeni driftautókat, meg ilyenek. És sose találtam egyértelmes videót cserél, de nagyon külföldi, hogy mondjuk hogy turbóztanak be egy 25-ös, és mindig olyan videók vannak, hogy szól valami szar zene, és képek. Ja. És nekem minden indult a V8-es projekt, és akkor csináljunk valami látványosat, de nem úgy sikerült a kamera miatt, meg mivel nekem sincs úgy videós ilyen tapasztalatom, nem úgy sikerült, ahogy én gondoltam. Igazából ezt nekem úgy lenne jó leforgatni, mivel ott ugye szerelek is benne meg minden, hogy van velettem mondjuk egyik haverom, egy operatőr, és akkor hát azt forgatja, én megcsinálom. Ugye most nekem Zazi ebbe segít, hogy most ő fogja forgatni a videókat, meg már csináltunk, hogy ezt meglátjuk, hogy hogy vágják össze. Azon a Viktornak fog épülni egy 30i turbó, és azt úgy forgattuk már, hogy mi ketten szereltünk Viktorral, és Zazi megvideózta az egészet. Van egy videó, ahol forzázok, az unalomból jött, matek óra közben, online matek. Hát mondom, én forzázok egyet, mentem, mondom, nem is olyan rossz ez a kor, mondom, akkor vegyünk fel valami videót belőle. Nagyon rossz a minősége, ugye amúgy botrányos az egész videó, hogy van az egész, egy röhely vicc az egész. De fölraktam, mondom, maradhat fent. Utána most, ami már komolyan lett gondolva a videó, az lett egy csapatos videó a Tomiékkal, meg a Olivérékkel, az jól sikerült, meg az úgy komoly is, abban több minden részlet van, meg abban, hogy az Zazi autója igazából a főszereplő. Meg lett a Mária Pócsi vlog, azt megint Zazi csinálta, és a Gergely Bence vágta össze, az komoly lett. Zazi, nagy operatőr, nekem az egyik klipemet leforgatta. Mondta. Azért ott indult a kérdés. Igen, és jó kis a vágó képei, de látszik, hogy mik a hiányosságok, magam úgy én próbálom erre terelni, hogy ne az legyen, hogy ő is nem csak, hanem ő, mert az sok lett az ő. És várjál, meg akarom fogalmazni, hogy vagyunk már egy páran így haverok, akik, mert nekem úgy van az egész szerelőcsapat igazából, hogy van a Krisztián meg a Robi, ő a fő a burdongarázs, de hogyha verseny van, ők figyelnek a Tomira. Rám is figyelnek, mert például amikor komolyabb verseny van parkfermiben, csak ők ketten jönnek fel velem, mert ők tudják, hogy mi van az autóval, akkor ők cserélnek kereket meg minden. De viszont edzésem meg ilyenek, ott van a Zazi, Viktor, Bobó, Bálint, Fecó, Roli, szóval nagyjából 6-7 vagyunk, akik így folyamatos havarok és jönnek ki. Skoda. És mondtam Zazinak, hogy sokan vagyunk, meg mindig szokott majd lenni, hogy oda nyúl egyszerre 2 ember útban vannak, és akkor lelassítja az egész folyamatot, hogy legyen úgy, hogy szoktunk mostanában főzőcskézni kint, hogy akkor mivel ő, ha jól tudom, szakács, hogy valami ilyesmi a végzettség egy árilag, meg jó kaját csinált múltkor, így legyen ő a szakács vagy a Fecó, mert Fecó nagyon komoly kajákat csinál, a kis Dagi barátom, és mellette nem kell semmit csinálnia, hozza a kis kamerát és videózza az egészet. És akkor a Bence meg összevágni neki nagyon fasz a videót ebből, és hát akkor ebből lenne ugye az egész logom. Ezt jövőre kipróbáljuk, hogy milyen a Solrairnél, meg hogy megy. Ha nem akarja, akkor nem fogom erőltetni, akkor megoldjuk máshogy. Ja. Úgyhogy igen. Mi volt az eddigi versenyeid során a legpozitívabb és a legnegatívabb tapasztalatod a magyar versenyek során? Nehéz, mert amúgy minden verseny van valami pozitív és van valami negatív. Ki tudok emelni? Most kiemelek 2. A 2019-es végső összecsapás, amikor beszart a BMW és a Toyota-val versenyeztem,
az a, amikor az volt a életemben az első olyan élmény, amikor el lehet, mondjuk egy ralliban van az, hogy amikor mennek a régi ralli videók, hogy jön az autó és ugrálnak szét az emberek. Na, lejöttem a döntő Adria csatáról, és konkrétan amikor lejöttem és leértem a depóba, így emberek ugortak be az autó elé, így ütötték az autót, nyitották ki az ajtót, rángattak engem, de annyira sokba voltam, hogy nem tudtam, hogy mi van, hogy egyesbe gurultam, és így rángattak ki az autóból, hogy anyád, de király vagy, meg izé, és nem az, hogy ismerősök, hanem nem is ismertem onnan senkit, és minden kétről ütötte az autót, fényképezett, vakuzott, fütyült, tapsolt, és én így ültem, mondom, te úristen, mondom, mit csináltam, vagy mi történt, mondom. Annyira örült mindenki, és utána persze ilyen nagyobb versenyzőktől, mint egy Víg Csabi, Biggi, ugye az összes pontozóbíró Kerényi Ádám, azt hiszem akkor volt Zac, illetve még a Simon Csabi a pontozóbíró, egyesével jöttek oda gratulálni, hogy mit mentem. A komplett promezőny oda jött gratulálni, hogy nem értik, hogy, de világbajnok, és ne hagyjam abba. És tényleg mindenki úgy nézett rám, hogy mintha én oda így ránézek egy James Dean-re, hogy úristen. És mindenki úgy jött oda gratulálni, és még utána is hívogattak föl, írtak üzenetet, hogy mekkora király volt, amit leműveltem. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív, ott nem volt így negatív. Kiemelném az utolsó Mária Pócsi versenyt, ahol ugye a BMW-vel indultam pro kategóriába. Ott én volt egy viszonylag rossz megszólalásom nekem, és ezt félreértem, ezt az adott ember, nem mondom ki a nevét, én sajnálom, nem tudom, mi lett vele, vagy miért lett most ő ilyen. Ez egy nagyon negatív nekem, meg hogy igazából így egy barátot egy félig elvesztettem, én úgy érzem, mert én nem haragszok rá, viszont én érzem, hogy azért ő még szúr engem ezzel a sztorival, pedig már bocsánatot kértem amúgy, mindegy. És ugyanaz itt is, hogy a sok gratuláció a pro emberektől, hogy mit le tudtam művelni a V8-el, és hogy odajött interjúztatni a Hetyési Zsolt is, így a Junkwagon oldallal, hogy mégis ezt hogy gondoltam én, viccesen, hogy benevezek egy 300 lóerős és semi-pro street kategóriás autóval a pro 600-700 lóerő közé, és tök jól beszélgettünk meg ennek. És mindenkinek leesett az álla, hogy az autó hogy működött ott a pályán, és hogy konkrétan a 700 lóerős autó után úgy mentem, mint ő utána. Egy úgymond egy low budget. Igen, cucca. És ugyanúgy mentem mögötte, vagy még közelebb is akár. És ott is annyi gratulációért, meg minden, hogy úristen. Úgyhogy igazából ez a kettő, és én úgy vagyok magammal, hogy én nagyon nem akarok elszállni, mert én hogy aki egy pilóta, akinek vannak ilyen kiemelkedő eredményei, az általában egy kicsit így elszáll magától, viszont én egy adott embernek, Fotobénak hívják, én neki még anno 2013-ban megígértem, hogy én olyan maradok, mint a legelején. És nekem ez nagyon megmaradt, és én tényleg olyan szeretnék maradni, amilyen voltam, és hát ezt nem csak neki ígértem meg, csak vele beszéltem ezt először. Persze ezt Biggyvel is már sokszor átbeszéltem, Csabesszal is, szóval nagyobb versenyzőkkel és nagyobb ilyen ikonokkal számomra, apukám Lujó, Rubler Laci ilyenekkel átbeszéltem ezt, és tényleg én azt szeretnék maradni, aki még a street első versenyén, hogy odaállok az egész versenyhez vidáman, és menni szeretnék, és nem görcsösen menni szeretnék, hanem vidáman, és addig megyek, ameddig élvezem. Ha már az egész meg van szorítva, nem jó. Erre van példa, ott van a 2019 Semipro, és ott volt egy-két verseny, ott hirtelen ugrott egy költségvetés az autó miatt, meg hogy új gumi, erős az autó, többet teszik, más a nevezés, pénz, minden, és volt feszkó azért így faterra, hogy most ez hogy legyen, és tényleg ott látszott, és 2019-ben az évvégi verseny nyertem meg, és ennyi. Amúgy kiestem top 8-ba, összetörtem az autót minden versenyen, az nem volt egy nagy szezonom, bár mondjuk második lettem országosan, de úgy volt, hogy az összes kvalit megnyertem szinte. És hát igen, ez hogy ne legyen feszkó. A legnagyobb különbség az akkor a street és a semi-pro közt, mert ott van a legjobb igen. Lépcső. Igen, és igazából amúgy még azt is tudom mondani, hogy sokszor a semi-pro erősebb, mint a pro. Komolyan? Ha? Kevesebb a pro autó. Várja, a semi-pro meg a pro közt amúgy mi a különbség? Gumiméret meg lóerő, amúgy igazából ennyi. Jó lesz, remélem. Akkor sok sikert. Köszönöm szépen, meg köszönöm aztán, szépen az interjút. Aztán baszatás, köszönjük. Köszönjük. Billig Bercit várom nagyon-nagyon izgatottan. Rá a falra, gyerekek, és az mi volt, gyerekek?
Hát ez mi ez a V8? De Isti, azért hallod? Azért föláll a szőröm, gyerekek. Akkor a királyság volt így, látom, hogy jön az M2-vel, egy full gyári M2-vel, és látom a hát ugyanúgy fönt van a 18-as kerék, na gyere, viszlek egy kört, beülök, megy a klíma, a zene, minden, egy őszben, mehetünk, és akkor tényleg M2, hogy és így mész be, és így ömlik a füst, az csak az M2 megy, és rendesen cuizodott az M2-vel a többi szemüpró autóval, és repült rá, és mondom, egyszerűen te ezt fogod törni, nem baj, majd jó lesz, mondom, jó van, te tudod. Vezetés technikailag, ez top. Tehát ez amikor egy sokkal gyengébb fizikális képességű autóval mész ilyet, ez egy sokkal nagyobb ugrás, mint egy top kocsival. Tehát, hogy tudjátok, hogy miről beszélek.